Egy fontos üzleti megbeszélésem van, amelyet szeretnék megosztani önnel, és úgy gondolom, hogy érdekelni fogja önt, mivel ez összefügg az ön vezetéknevével, állampolgárságával és hasznot húz belőle. Az üzenet további részéből kiderül, hogy 9,5 millió amerikai dollárt örökölt külföldön a címzett, amelyhez 50 százalékért cserébe egy jó szándékú bankár segítene hozzájutni. Ehhez hasonló adathalászi kísérletek százai és ezrei érkeznek magánszemélyekhez és cégekhez egyaránt. A rendőrsége nem létrehoztak egy új kiberbiztonsági egységet. Komoly prevenciós tevékenység folyik ezzel összefüggésben a rendőrségen belül. A másik pedig, hogy meg kell említeni mindenképpen, hogy az elmúlt időszakban létrejött egy új egység országosan, és minden vármegyében a rendőrségen, akik a kiber térben elköltött bűncselekményeknek a felderítésére vannak szakosodva. Ezek a kollégák közelműködnek ezekben a nyomozásokban, segítik a eljáró munkatársakat, hogy a még hatékonyabban végezzék a munkájukat, és még eredményesebb legyen a felderítés ezen a területen. Ennél a csalásnál az áldozatot egy kamu profillal rendelkező bűnöző úgy károsított meg, hogy egy futárszolgálat hamis linkjét küldte el az eladónak, aki a linkre kattintva már is az adathalász csapdájába sétált. A bűncselekmény elkerülhető lett volna, ha a sértet nem adja ki a kártyájához tartozó pinkódját. Ki kell emelni az online piasztéreken történő vásárlásokat, főleg így a karácsony közeletével, Ugye csak megbízható weboldalról vásároljon mindenki, ez az alapvető tanácsunk, és hogy mindenki járja körbe, hogy esetleg kevésbé ismert weboldal esetén, hogy ki az üzemeltető, milyen kapcsolattartó van megadva adatként. Ha kétségeink vannak ezzel összefüggésben, inkább ne vásároljunk. Ugye a másik felület ezzel összefüggésben, szintén, amikor online piasztéren vásárolunk, vagyis másik szemétől, magánszemétől általában vásárolunk valamilyen terméket, akkor nézzük meg, hogy az értékesítő, mi mióta regisztrálta magát a felületen, milyen adatai vannak megadva, és milyen kommentek vannak vele kapcsolatban az új eladásai kapcsolatban. Ha negatív kommentek vannak, mert valaki nem kapta meg a terméket, elutalta a pénzt, de nem, jött meg a, nem az a terméket meg, amit szeretett volna, akkor inkább ne vásároljunk semmit tőle. A bankok együttműködnek a rendőrséggel, ezért számos online felületen felhívják a lakosság figyelmét az online csalásokra. Akik ennek ellenére is áldozattá válnak és mégis besétálnak a csalók adathalász hálójába, azokat a bankok utólag nem tudják kártalanítani. Az online csalások mellett egyre több csaló telefonon keresztül éri el potenciális áldozatát. A csalók azzal hívják fel magukat banki ügyintézőnek kiadó, kiadva az ügyfeleket, illetve hát a sértetteket, hogy valamilyen gyanús tranzakciót észleltek a folyószámlájukon, és arra kérik, hogy telepítsenek egy szoftvert, vagy adják meg a banki arataikat felhasználni, név, jelszó, folyószámlaszám. De valóságban a banki ügyintézők soha nem kérnek ilyet, tehát nem kérjük azt, hogy szoftvert telepítsenek a mobiltelefonjukra, sem pedig banki aratakat, különösen nem felhasználni nevet vagy jelszót ami még egyébként tipikus ezekben az esetekben, hogy a csalók mindenképpen sürgetik az ügyfelet, hogy ne legyen idő gondolkodni, és hát nyilván a valóságban a banki ügyintézők nem sürgetnek senkit, és nem akarnak semmilyen azonnali pénzügyi tranzakciót. Ugye ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ilyenkor jól át kell gondolni, ha bármilyen kétsége van bárkinek, inkább szakítsam, meg a vonalat, hívja a banknak a hivatalos telefonszámát, de ne tegyen semmit, ne adjon meg adatokat, és ne utaljon főleg semmiféle pénzt. Kovács Attila hozzátette, hogy az úgynevezett romantikus csalások sem ritkák, amelyek során főként hölgyekesnek áldozatul. Ezekben az esetekben a szerelmet valló csalók megpróbálnak pénzügyi segítséget kérni. A rendőr alezredes hangsúlyozta, aki bármilyen csalás áldozata lett, mindenképp tegyen feljelentést, mert van esélye, hogy tetten írik a bűnelkövetőt. követőt.